Nem csak hivatalos programokkal, de például tanulmányi versenyekkel is megemlékezett Karcag nagyszülöttjéről, Kovács Mihályról. A 300 esztendeje született huszár ezredes, az Egyesült Államok egyik nemzeti hőse. Az amerikai lovasság megalapítóját tisztelik benne. Így a Kovács napokon résztvevő karcagi általános iskolások egy karcagi amerikai hős születésének 300. évfordulójára tanulmányi versenysorozattal emlékeztek. Hat helyszínen folynak az események. Különböző játékos feladatok, például agytorna, szabadulószoba, hibakereső, csak néhányat kiemelve. Különböző feladatokat kell megoldaniuk, 10 perc áll a rendelkezésükre, és mint egy akadályverseny, teremről teremre járnak, menetlevelet visznek magukkal, és amelyik csoport hamarabb készen van. Itt nincs nyertes, tulajdonképpen mindenki nyertes. Iskolában, mégsem az iskolában megszokott, kevésbé rugalmas rendszerint folyik a verseny. Teljesen más módon adhatnak tudásukról, ismereteikről számot a diákok az interaktív délutánon, mint egy hétköznapi tanórán. Úgy gondolom, hogy a gyerekek élvezik az ilyen feladatokat, az ilyen játékokat. Próbáltunk éppen ezért ilyen jellegű feladatokat kiötölni, kitalálni a kollégáimmal. A gyerekek ezeket a kötetlen délutánokat, vagy kötetlen formákat úgy gondolom, hogy mindig előnyben részesítik, és szívesebben vesznek részt az ilyen programokon. Az interaktív délután névadója, miután megszökött a porosz hadseregből, 1777 tavaszán Bostonban lett tagja az amerikai haderőnek. A függetlenségi háborút vívó új nemzet katonájaként 1779. május 11-én a Charlotte erődért folyó csata során vesztette életét. Emléke előtt tisztelegve Charlotte városa szobrot állítatott a Karcagon született amerikai hős katonának.